Kedves érettségizők, kedves érdeklődők, hamarosan, körülbelül 2 hét múlva kezdetét veszi a 2021 május-júniusi érettségi időszak, és az idén érettségizőknek az utolsó és hivatalos tájékoztatást az érettségi lebonyolításáról szeretném megtenni a Bornemi Szapéter Gimnázium nevében. Az érettségi vizsgák idén főszabály szerint általában írásban kerülnek csak megrendezésre. Az írásbeli eredménye alapján fogják megállapítani a vizsgáztató tanárok az érettségizők eredményét, érdemjegyét, és ez kerül majd bejegyzésre az érettségi bizonyítványba, illetve ezek alapján, az eredmények alapján felvételiznek majd azok, akik felsőoktatási intézményben jelentkeztek. Ez alól csak néhány szóbeli, mégis szóban megszervezendő szóbeli vizsga jelent kivételt. Ezeket most megpróbálom elmondani, felsorolni, hogy melyek ezek. Iskolánkban jellemzően, és a legtöbb diákot ez fogja érinteni, a bibliai ismeret érettségi vizsgák, mivel ezeknek csak szóbeli vizsga része van, ezek szóban kerülnek majd megszervezésre június második felében. Egy kevesebbeket érintő, általában a valamilyen okból sajátos nevelésű igényű tanulókat érintő rendelkezés az, hogy azok, akik a szakértői bizottság véleménye alapján február végéig ezt kérvényezték, tehetnek szóbeli érettségi vizsgát majd, akiknek ezt engedélyezte az igazgató az iskolában. De ez keveseket érint, de ha mégis igen, akkor nekik szóbeli vizsgájuk lesz. Ezek tehát a fő szabályok. Most az egyes tárgyakra vonatkozó külön rendelkezéseket fogom elmondani. Az emelt szintű érettségit, tehát a nyelvi tárgyakból emelt szintű érettségit, akik tesznek, azoknak a nyelvvizsga eredménye, a megfelelő pont százalék elérése esetén középfokú nyelvvizsgát kaphatnak, vagy szerezhetnek. Ez kizárólag az írásbeli érettségi alapján lesz majd megállapítva, elhagyva a szóbeli vizsgarészt. Bármely más vizsgatárgyból tett középszintű írásbeli vizsga esetén, amennyiben a vizsgázó nem éri el a 25%-ot, de eléri a 12%-ot, akkor szóban megpróbálhatja ezt az eredményét javítani, mert ugye ez a teljesítmény még önmagában elégtelen lenne, de az ő számukra, akik ebbe a sávba esnek, lehet szóbeli érettségi vizsgát szervezni. Legjobb reménységem az, hogy ez senkit nem fog érinteni, mert mindenki eléri, vagy magasan meg fogja haladni a 25%-ot minden tárgyból. De ha mégis, akkor szóbelit fogunk szervezni az ő számukra. Testnevelés vizsgatárgyból szóbeli és gyakorlati vizsga is lesz. A gyakorlati vizsgarészből ki fog maradni az úszás és a küzdősportok, meg az önvédelmi gyakorlatok, de a szóbeli és a gyakorlati is meg lesz szervezve. Viszont vizuális kultúra vizsgatárgyból középszintű vizsga esetén a vizsgázó pontszámát azt kizárólag az írásbeli vizsgarész alapján kell majd megállapítani, és gyakorlati vizsgarész az nem lesz. Egy nagyon fontos változás, tavaly is így volt, és idén is így van, hogyha a vizsgázó a vizsgán valamilyen okból, bármilyen okból, akár önhibájából, akár önhibáján kívüli okból, tehát például betegség, vagy késett a busz, nem jött a busz, de bármi más nem jelenik meg, akkor sajnos a számára javító vagy pótló vizsgát nem lehet megszervezni, tehát ő abban az esetben nem tud ebben a vizsgai időszakban leérettségizni. Ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos rendelkezése ennek a szabályzatnak, tehát igyekezzenek minél többen a vizsgákon, az írásbeli vizsgákon megjelenni. A vizsgáknak a rendjéről, tehát a konkrét időpontjáról mind a közép, mind az emelt szintű vizsgák esetében külön fogjuk írásban értesíteni a vizsgázókat, tehát ezt fogjátok látni, hogy melyik nap milyen vizsgára kerül sor. Én csak az első 4 nap vizsgájára szeretném külön fölhívni a figyelmet, mert ezek a kötelező érettségi tárgyak. Magyar nyelv és irodalomból május 3-án kezdjük 9 órakor a vizsgát, matematikából május 4-én kedden 9 órakor, történelemből
május 5-én szerdán 9 órakor, és angol nyelvből május 6-án csütörtökön 9 órakor, és utána következik majd pénteken a német nyelv, és utána a következő hetekben még azok a tárgyak, amikből kevesebben vizsgáznak, de ezekről részletes értesítést és írásbeli értesítést fogtok kapni. Miután megtörténnek az írásbeli dolgozatokat majd meg lehet tekinteni, sőt, észrevételt is a javításhoz lehet tenni, ha szükséges. A megtekintésnek a napjai azok 2021. május 31-e és június 1-e, tehát egymás után követő két nap. A megtekintésnek a helyszíne pedig itt a gimnáziumnak a Száva utcai székhelye lesz. Észrevételt pedig ezekre következő napon, 2021. június 2-án 16 óráig lehet majd tenni, amennyiben ez szükséges. A szóbeli vizsgák közül az emelt szintű vizsgák azok június 3-a és 10-e között kerülnek megrendezésre, a középszintű szóbeli vizsgák pedig itt az iskolában 2021. június 14-e és 25-e között. Még két olyan programot ajánlom az érettségizők figyelmébe, ami a jövő héten lesz. Hétfőn és kedden minden osztályt külön Füzi Zoltán igazgató helyettes úr tájékoztatni fog az egyéb szükséges tudnivalókról. Itt kérdéseket is lehet majd Füzi Zoltánhoz intézni. Ez egy Zoom osztályfőnöki óra keretében kerül majd sor hétfőn és kedden. És tavaly nagy sikere volt annak a programunknak, amikor minden a négy kötelező érettségi tárgyból tanáraink adtak a felkészülés utolsó szakaszához, illetve magukhoz a vizsgákhoz tippeket, tanácsokat. Ezt is szeretnénk megszervezni, ezt a fórum kerekasztal beszélgetést. Erre jövő pénteken, tehát ha jól számolom, akkor 23-án 16 órakor fog sor kerülni. Ezt, hogyha élőben nézitek, kérdéseket is lehet majd föltenni, és lehet követni ezt a tájékoztatást, és lehet tanácsokat kapni, hogy a megmaradó, akkor még hátralévő körülbelül 10 napot, mire használjátok fel a vizsgákig. Mindenkinek nagyon jó felkészülést kívánok, és kívánom azt, hogy amit elterveztetek, elgondoltatok, azokba a felsőoktatási intézményekbe, főiskolákra, egyetemekre be is jussatok. Nagyon sok sikert nektek, és jó egészséget kívánok mindenkinek a következő hetekre. Istenem, mert tőled kaptam az életem, minden napon itt vagy velem, s meggyógyítod a szívem. Köszönöm, hogy megmented.